Akkor újra kezdjük. Akkor elindulunk. Békésikultúra.hu egyfülön. Békésikultúra.hu per adminisztrátor másik fülön. Na akkor. Úgy fogjuk kezdeni, hogy először megismerjük a felületet, jó? És akkor utána kezdünk el kattintgatni, hogy magának az egésznek a logikáját lássuk. Komponensek, weak events, tehát erről van szó. Ugye ez maga az az eseménykezelő komponens, amit itt a jegyrendelés menüpontba, meg az esemény archívumba láthatunk. Mi a kettő között a különbség? A jegyrendelés a leendő, tehát a jövőbeli eseményekről szól, és ide föl lehet tenni mindent, ami ilyen módon fizetés, és az archívum pedig az, ami múltkor volt, ami elmúlt. Ez egy ilyen idővonalon. Na most, és itt tulajdonképpen nincsen kézi beavatkozás, hogyha a spanyolul tudni kell színdarab után leszünk egy nappal, akkor automatikusan átkerül az esemény az archívumba. Akkor ugye először ezt nézzük át, mit lehet itt látni. Nyilván tudjátok, láttátok már, be lehet állítani a rendszerben a helyek számát, és ahogy adjuk el a jegyeket, úgy mutatja a még szabad helyeket. Úgyhogy itt még elég sok hely van. Erre még azért rá lehetne gyúrni. Itt van, hogy mennyi időnk van a eseményig. Menjünk szépen tovább. Ugye a plakát, fönt van az időpontok és a hely, tehát itt egy térkép látszódik. A leírás. Ide beraktunk egy ilyen gyengébb kedvér típusú leírást az online rendelésről. Ugye itt van maga a térkép is, és itt van utána a foglalási rész. Ha az admin felületen nézzük, akkor ugye ez maga az adminisztrációs felület. A home menüpontba, a menüpont ez egy áttekintő felület, tehát látjuk az aktuális eseményt, amivel foglalkozunk, és látjuk a legutolsó foglalásokat, a legutolsó néhány foglalást, és azt is, hogy ezek milyen állapotban vannak. Tehát itt lehet látni egy 20-as foglalás, az még a foglalt állapotban van, és nincsen jóváhagyva. És ez ugye 8-án történt. Oké. Következő menüpont, az items. Itt lehet látni az összes rendszerbe felvitt eseményt, és ezeket az eseményeket, itt ez most, ugye itt a kis háromszög alapján lehet látni, hogy ABC sorrendben van rendezve, de ezt be tudom rendezni akár csökkenő, akár növekvő szempont szerint, dátum szerint is. Tehát itt, hogyha erre a begin date-re rákattintunk, akkor lehet látni ezt is. És lehet látni azt is, tehát, hogy mi az esemény, mikor van a kezdő-záró dátum, mennyi a kapacitás, ugye, tehát akkor, igen, tehát mennyibe kerül, és publikált, vagy nem publikált. Tehát itt ezeket az eseményeket, a Molière képzelt beteget és az őrültek tornyát már előkészítettük, amikor a mostani színház lemegy, és a spanyolul tudni kell már elmúlik, akkor mivel itt már külön bérletet erre a kettőre nem fogunk kiadni, csak jegyeket, itt mind a kettőt be lehet majd kapcsolni, tehát publikált állapotba lehet hozni. És akkor itt megyünk végig. Meg lehet határozni a kategóriákat. Ugye kategóriák alapján az eseményeket be tudjuk rakni. Tehát így lényegében, ha sok olyan eseményünk van, ami itt a rendszerben megjelenik, akkor le tudjuk válogatni őket kategóriák szerint. Ez ennyi. Lényegében meg lehet adni a nevet és egy leírást. Meg lehet rajzolni a nézőteret. Ezt mindet meg fogom majd mutatni külön-külön.
Tehát itt lényegében van egy színházi nézőterünk, és most megnyitom ezt a szerkesztő részét. Itt lehet látni, hogy hogy van elkészítve. Mert ugye így, az átszámozva és a többi, itt lehet átszámozni is. Körülbelül 10-szer csináltam meg, mire én is megtanultam, meg rendbe is lett. Ezt most azért mondom nektek, hogyha most nyilván gyakorlatozni nem élesbe kell. Ez törvény. Ha bárki meg akarja tanulni, fölrakok egy tesztrendszert, és a tesztrendszeren nyugodtan lehet garázdálkodni. És ami a lényeg, hogy ne essen kétségbe senki, ha nem jön össze előszörre, másodszorra, ötödszörre. Nekem ennek a rendszernek a használatát senki nem tanította meg. Elkezdtem kattintgatni, és néztem, mi történik. És menet közben jöttem rá a logikájára, és mondom, 10-szer át rajzoltam, mire meglett. De ehhez most nem kell nyúlni, ez a nagy terem. De a nagy termen kívül meg lehetne rajzolni például a kápolnát is. Itt, hogyha menedzseljük, akkor itt ezen a felületen lehet beállítani, hogy hány forint legyen egy-egy jegy, részletesen ki fogok rátérni. Most csak egy ilyen áttekintést mutatok. És itt pedig, ennél a szekcióknál, pedig megjelenik a szekció, és ugye az van ideírva, hogy a background image, tehát egy háttérképet hozzá lehet adni. Tehát ha például készítenétek egy szép képet, például az A szekcióról, akkor ezt ide mögé lehet tenni. És akkor a kedves néző be tudja azonosítani, hogy hova is megy. Na most, itt még, hogyha észrevettétek, akkor itt nézzétek, máshogy megy a sor számozás. A rendszernek ez az alapvető sorszámozása, hogy itt a bal felső sarokba elindul, és folyamatos számozásba megy végig, a jobb alsóig. Tehát akkor, amikor megrajzolunk egy nézőteret, akkor ez így jelenik meg. És viszont ezt így nem nagyon lehetne követni. És ezért volt az, hogy átszámoztuk, és ugye így ilyen módon, hogy lehessen tudni, hogyha 700-as, akkor az a hetedik sor. A 701, a hetedik sor egyes szék. És ugye azért kell 100-as, mert itt 10-nél több van. Tehát ha csak 9 szék lenne, akkor elég lenne 71, 72, 79. Tehát így. Itt viszont megváltozik a szempont, ami nem jó egyébként, csak ez is ennek a kísérletnek a része volt. Ha ide végig beírom, tehát ha ez 609, 608, 607, stb., akkor olyan széles az egész, hogy már a rendszer nem tudja kezelni rendesen. Tehát ez ennyi. De ezeket részletesen megismerjük, most csak áttekintjük. Opciók. Ugye a választási lehetőségek, ez itt most nincsen beállítva semmi, ezt nem használjuk. A payment, tehát a fizetési lehetőségek. Pillanatnyilag a foglalás, személyes készpénzes fizetés és jegyvásárlás van bekapcsolva, itt lehet látni, és itt lehet meghatározni a leírását. Illetve az online foglalás, banki utalás, otthoni jegynyomtatás, itt is a leírást lehet látni, és ki van kapcsolva a PayPal és az offline kreditkárt. Ahhoz, hogy kártyával lehessen fizetni, ahhoz kellene egy plusz komponens, amivel be tudnánk kötni magát a rendszert egy banki kártya elfogadó rendszerbe. A PayPal-on keresztül vásároltatok-e? Berta, igen. Jó, ez egy nemzetközi pénzutaló rendszer, ez marha egyszerű lenne, mert gyakorlatilag e-mail címhez kötődik a regisztráció, csak a könyvelőinket még nem akarom őrületbe kergetni. Tehát a gyakorlatilag önkormányzati intézmény esetében a nemzetközi tranzakciók nehezen kezelhetők. Hát ennyi. Rezerváció, vagyis foglalás. Itt lehet látni az összes foglalásunkat, és lehet látni, hogy kinek a felhasználói profiljából történt a foglalás,
melyik eseményre, mennyi jegy ment el, és milyen állapotban van. Tehát itt, ennél a rezervációnál végig lehet nézni, ugye ez egy user ID, tehát egy ID szám alapján, ez zárt rendszerbe automatikusan hozzáadódik. Tehát mivel maga az ID szám az zárt rendszerű, ezért lenne gyakorlatilag alkalmas a rendszer arra, hogy akár a kinyomtatott jegy nyugtaként is tudjon működni. Mert ennek a sorszámozásában nem tudunk belenyúlni. De ami itt érdekes, ugye itt két fül van. A foglalási lista és a report, a jelentés. Tehát itt lehet látni, most ugye igen, ez egy összesített jelentés, tehát minden, ami a rendszerben van, abból most ugye a total ticket eladás az 3.135.000, mert nincsen kiválasztva egy sem a listából. Itt van alatta egy szűrőmező, ahol, ha én most megkeresem a spanyolul tudni kellt, itt van, és a szűrésre rákattintok, ez a filter, akkor innentől kezdve, nézzétek, itt van a report, és itt vannak a székek. Nézzük meg a reportot. Tehát most a total tickets, ez most félrevezető azért, mert itt mi bérletet adunk el. És a bérletbevétele az ide, az eseményhez kötődik. Tehát ez a közel 1 millió forint, amiből 837 ezer ki van fizetve, ez most a bérlet is, és az egyedi jegyár is. De akkor, amikor egyedi jegyárat adunk el, vagy egyedi jegyet, akkor itt pontosan nyomon lehet követni, hogy hol tart a jegyeladás, mennyi van még hátra, mennyi az alapár, és a többi. Nézzük meg ezt a részt. És lényegében ezt a jelentést akár egy Excel táblába ki tudjuk exportálni. Ami CSV kiterjesztésű lesz. Mindjárt megnézzük, hogy hogy néz ki. Tehát a formátum veszővel tagolt érték. És ez a CSV kiterjesztés, hát a Microsoft Excel nem biztos, hogy jól fogja megnyitni. Ez alapvetően egy szöveges állomány. Ezt akár egy jegyzettömbbe is meg lehet nyitni, csak akkor ilyen teljesen katyvasz lesz. A LibreOffice, ami egy ingyenesen használható szövegszerkesztő, az jól tudja ezt kezelni. Itt rögtön feljön egy ablak, hogy jó-e ez az értelmezése. Itt mutatja az ablakot, hogy mi történik. Igen, azt mondom, hogy jó, megnyitom. És itt van a jelentésem az egész vásárlásról. Miért jó ez? Ha mi tudatosan adatbázist is építünk, és természetesen hozzájárul a jó ember magához az adatbázisba való bekerüléshez, akkor egyszerűen kijelöljük a két oszlopot, és bővíteni tudjuk az adatbázist. Onnantól kezdve a felhasználóinkat közvetlenül el tudjuk érni, természetesen, ha ő is akarja. Értitek? Tehát minél több elkötelezett vásárlónk van, annál könnyebben tudunk célt érni. Tehát itt lényegében ebből a táblából különböző jelentéseket tudunk generálni. Tehát ez ennyi. Custom Fields. Egyedi mezőket is hozzá lehet adni a rendelés folyamatához. Itt van meghatározva, hogy akkor, amikor valaki egy jegyet rendel, akkor mit kell kitölteni, és ez milyen típusú történet, és kötelező vagy nem kötelező, és milyen sorrendben legyen. Most pillanatnyilag ugye meg kell adni a teljes nevet, a vállalkozás neve az nem kötelező, meg kell adni az e-mail címet, a személyigazolvány szám nem kötelező, meg kell adni a várost, lakcímet, telefonszámot, és ezek, meg elfogadom a szolgáltatási feltételeket. És ezek viszont kötelezőre vannak állítva, hiszen hogyha valaki online rendel, akkor neki számlát kell kiállítsunk, és itt vannak ezek az adatok.
Ennyi. Ehhez hozzá lehet adni, szerkeszteni lehet, vagy törölni is lehet. Kuponok. Kuponmenüpontban lehet meghatározni, ez még a Woody Allen darabnál maradt így, hogy Woody 100% stb. Kuponnál, majd ezt is részletesen megnézzük, lehet konkrét összeget is levonni, meg százalékos kedvezményt is meg lehet adni. Membership. Létre lehet hozni, azt most nem használjuk, létre lehet hozni vásárlói csoportokat. És ez megint, ha felépül egy marketing rendszer, akkor ezt lehet használni, hogy a vásárlói csoportok alapján bekategorizáljuk, és mit tudom én, például azt mondjuk, hogy aranykártyás vásárlók, vagy akármi hülyeséget kitalálunk, és vagy törzsvásárló, és aki bent van a törzsvásárlói csomagba, ő más árat fog látni például, mert ő nekünk visszajár. Vagy szervező és szervezés, a többi. Magánál a kuponnál azt is be lehet egyébként állítani, hogy egy jegyre, tehát hogy mennyi a minimális rendelés. Tehát mit tudom én, be lehet úgy állítani 10% kedvezményt, hogy akkor lép életbe, ha legalább 10 jegyet vásárol, ugye itt a szervezőknél. És akkor mi történik? Megrendel 10 darab jegyet, beírja a kuponkódot, és 9-et fizet. És a sajátja megvan. Konfiguráció. Ezt gyorsan végignézzük, de ezt ne. Jó? Tehát ehhez ne nyúljatok. Azért tényleg. Admin e-mail címe. Itt van meghatározva jegykukac.vkesikultura.hu. Ezt most pillanatnyilag én kapom meg, Ági, ha jól emlékszem. Szervezet logó. Ugye itt van feltöltve, ez a KGKK. Dátum, formátum, év, hónap, nap. És az idő, formátum 24 órás. Egyértelmű. A pénzszimbóluma forint, neve HUF, PayPal kód HUF. Na és ez egy lényeges, ez a lejárati idő. Ez most jó sokra van állítva 72.000 percre. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy szinte soha nem jár. Tehát ha valami foglalás bemegy, akkor az ott is marad. De ha itt normális szabályokat tudunk berakni, és majd valamikor nyugtaként akarjuk használni a jegyet, akkor ez a mező a kulcs. Mert hogyha itt azt állítjuk be, hogy ugye percre átszámolva, hogy 2 vagy 3 napig tartsa a jegyet, és nem tovább, akkor az fog történni, hogy a zárt sorszámozásunk megmarad, 2 vagy 3 napig, ahogy be van állítva, foglalja a helyet, addig nem lehet eladni máshova, és akkor, amikor lejárt, abban a pillanatban felszabadul a hely, a sorszám megmarad, nincsen a sorszámhoz csatolva név, és ugyanazt a helyet egy új sorszámon ki tudja adni a rendszer. Tehát magyarul, ez is egy olyan összefüggés volt, amire, mivel nem volt semmi leírás, kellett idő, amíg rájöttünk Ágival, mert ugye végig ez volt a kérdés, hogy a magyar szabályoknak megfelele, tehát a nyugtaadási kötelezettségeknek. És gyakorlatilag megfelel. Tehát itt a sorszám, az nem a jegyhez kötődik, hanem a rendeléshez. Tehát ha egy ember egyszerre 5 darab jegyet vesz meg, azt egybe tudja kinyomtatni, és annak 1 darab sorszáma van. De ez megint részletkérdés, hogy jegyenként van-e sorszám, vagy rendelésenként, hiszen egy nyugtára, tehát ha most kézzel írjuk a nyugtát, felírhatom én 10 darab jegynek az értékét is. Tehát ez így részletkérdés. De ami a lényeg, hogy ez lesz majd a kulcs, amikor a szabály, tehát amikor hozzászoktatjuk a vásárlóinkat, hogy ezek a szabályok, és ha ez itt egyszer változtatunk, akkor nektek is következetesen kell képviselni, hogy nem tudjuk megváltoztatni, nem tudunk belenyúlni a rendszerbe. Így ezen a szinten bele lehet nyúlni, de ha már nyugtaként használjuk, akkor nem. És ugye gondoljátok el, hogy előbb-utóbb fontos lesz, mert azért az úgy nagyon béna, hogy van egy, amit kinyomtat, meg közben letépünk egy-egyet, amit kezébe adunk, aztán még nyugtát is adunk, meg számlát is, tehát ilyen totál fölöslegesen dolgozunk. Foglalgatott,
de nem véglegesített. És itt van, és itt van a probléma, mert benne van, és nem tudjuk felszabadítani. Igen. Na most úgy lehet, figyelj csak, számoljuk, hát most már 3 nap van hátra. Igaz? Akkor azt mondom, hogy... Jó. Hova ír? Mennyire írjuk át? Én most azt mondom, hogy 3 nap van hátra. Az hány perc? Most egy nap 60x24. Az mennyi? 1440. Hogyha ezt 2 napra írom át, akkor 2880. Oké. Jó, hogyha most 2 nap? És utolsó nap felszabadul. Jó. 2880. Jó. Mondjuk egy 20 hely, az le van foglalva, de ők mondták, hogy csak a helyszín nap fognak fizetni. Viszont... Olyan, viszont jó, de most látjátok, tehát a következő van. Ezt most elmentem. Hogy figyeltek, tehát a következő van. Egy rendszer akkor működik jó, ez most nem a jegyfoglalós, ez egy alapvető rendszerelméleti kérdés. Ha egy rendszeren belül egy szempontot viszünk végig. Lehet sokféle, tehát választhatunk sok mindenből, de egy menjen végig. Itt most ebben az esetben ugye 2 szempont ütközik. Amit nem tud a rendszer kezelni, de ez nem a rendszer hibája, ez a mi hibánk. Követhető a logikája? Igen, de most tehát, nálam foglalták le ezt a jó, hozzat. Oké. Okay. Szöltem is a hölgyel, hogy én fel fogom őt hívni hétfőn délelőtt, hogy egyeztessük, nehogy az legyen, hogy ők mégsem jönnek. Figyelj 20, csak! Csak 15-en, aha. Hogy ne vegyék el a viszont ez fel van nektek írva. Most azt nem tudom pillanatnyilag, hogyha ezt én átírtam, hogy innentől kezdve 2 nap múlva szabadítja fel, majd mindjárt megnézzük, vagy a rendeléstől számítva. Ezt most ki fogjuk majd próbálni. Pillanat, mindjárt be is lépek. Jelentkezzem be. Igen, pillanat, bejelentkezem. És tudjátok, hogy hol van az, amit régen lefoglaltak? Igen. És nem tudjuk, hogy ki... Mert nem töltött ki semmit? Nem töltött ki semmit. Na nézzük csak, hol van az, amit eltűnt. Oké, akkor ez azt jelenti, akkor az is eltűnt, amit te foglaltál. Tehát gyakorlatilag így a logikus, figyeljünk, hogy a rendelésnek van egy kezdődátuma. És ha én beállítom a 2 napot, akkor az a kezdődátumtól kezdve. Na most, az nektek most nagyon fontos, hogy akkor ami fix foglalás, azt most már fejbe tartsátok, mert itt, illetve azt most idéglenesen befoglaljátok. Ezt most, ahogy elmentünk, azt befoglaljátok, de tudjátok, hogy az utolsó nap fel fog szabadulni. Jó? Na most, ami a lényeg, akkor látjuk a helyzetet, hogy igazából ez egy jó történet, csak a mi szabályaink nem elég karakteresek ahhoz, hogy ezt pillanatnyilag betartsuk, de ezt be kell tartatnunk. Jó? És akkor azt mondjuk, hogy tehát most ez 2 nap, de igazából majd lehet, hogy 3 napra érjük át, majd meglátjuk. De ezt ti fogjátok látni egyébként ennek a... Oké? Okay? És igen, tehát azt hogy igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez igazából ez azért volt baj ez az 5. sor, mert mi már kipróbáltuk Ágival azt, hogyha én bejelentkezek akár itthonról, tehát bárhonnan, és beállítom azt, hogy én le akarok foglalni 3 jegyet, rákattintok, és akkor is lefoglalja, hogyha én nem megyek arra rá, hogy fizetés. Hanem egyszerűen csak kilépek, tehát nem véglegesítem a foglalást. Tehát ez volt ezzel az ötödikkel a probléma. Fogom magam, és nem foglalkozok tovább, mert kilépek. Viszont abban az esetben, hogy itt van egy normális idő, akkor annyi, hogy az automatikusan felszabadul. Jó napot! Na most, ha viszont, tehát most például megtehetjük azt is, hogy azt mondjuk, hogy kivesszük azt a lehetőséget, hogy otthon befoglalom, és majd bejövök, kifizetem, és azt mondjuk, hogy nem, ha online foglalsz, akkor utald át, és például, tehát egy következő lépés, berakjuk a bankkártyás lehetőséget. Na most, várjál, ha online foglalásnál azt mondjuk, hogy bankkártyával fizethet, akkor ezt még le tudom vinni akár 3 órára is. Mert azt mondom, hogy
vagy bármennyi, vagy 4 óra, most nem tudom mennyi az átmenet, de legyen 6 óra például, és akkor azt mondom, hogy figyelj, ha foglalsz, fizest ki. Akkor nem halogatjuk össze-vissza, ha meg csak megnézed, hogy hol van a hely, akkor meg ne foglald le, aztán majd bejössz valamikor, nem, akkor gyere be, és akkor van lefoglalva. Szerintem ez a normális, nem? Oké, okay, de... Igen, igen. De így logikus. Na most, tehát ez egy további fejlesztés, hogy például bankkártyás fizetés meg tudjon valósulni. Ha megvalósul, akkor kivesszük ezt a lehetőséget, és leegyszerűsítjük a dolgot. És akkor nem szórakozunk azzal, hogy most jaj, lefoglalta, és akkor mi van. Jó. Igen. Megtanulják, hozzászokják. És most már kevesebb van. Igen. Így van, így van. Ilyen, de érzitek, hogy mekkora rendezetlenség volt a fejükben. Tehát a következő, szolgáltatunk, ugye mindig azt mondom, hogy szolgáltatunk, és gyakorlatilag ügyfélközpontúan szolgáltatunk. De ez nem azt jelenti, hogy az ügyfél irányíthat minket össze-vissza, és káoszt okozhat a rendszerbe. Mert az az ő érdekesem. Tehát gyakorlatilag a kedves ügyfél drága lustasága, az nem okozhat káoszt a rendszerben. Mert az nekünk többletmunka. Jött egy fiatal hölgy, hát, hogy gyerek szeretne, de hát ő bankkártyával akar fizetni. Hát nem sajnos, nem bankkártyám. Hát, hogy akkor lefoglalja. Hát, nem arra tudom foglalni. Hát, most mikor jön vissza, tehát most elmegy, vagy szeretné egyet, vagy nem. Hát szeretném végét. Na jó, akkor kimegyek a szövetségét. Tehát elmentünk. Ez oké, okay, csak nála veszteséget okoztunk. Na most itt van megint az, hogy figyelj, hogy... Befoglalom a helyet, jó. De akkor mai nap egy fél év kellett ahhoz, hogy Dánfokon meg az uszodában legyen kártya, és én annak idején említettem, hogy ide is kell. Igen, hogy ide is kell. És ugye mindig mindenki nagyon okos. Tehát úgy eldöntik, hogy jaj, tehát ettől megőrülök egyébként. Tehát mire vége lett a szezonnak? Gratulálok. Na, itt lehet ezeket beállítani. Lehet-e early bird, tehát korai madár, kupon, stb. Tehát ilyen dolgok, ezek jók így. És... Azt mondja, footer, e-mail text. Tehát ez az e-mailnek a lábléc szövege. Ha akarunk valamit beleírni, be lehet. Ticket, heading text. Tehát, hogyha akarunk valamit a jegynek a tetejére írni, akkor be lehet. Ticket, footer text. Tehát ide írtuk be azokat az adatokat, ami kell ahhoz, hogy gyakorlatilag ez nyugtaként funkcionálhasson, ha akarjuk. Igen. Tehát, hogyha a kupon kódot használjuk, igen. Elvesztünk a jegyből, igen. 500 forintot már végésre van a jegyet, nem az 500 forint kedvezménnyel nyomtatja ki a gép, hanem teljes áron. Azt már megnézem, nem tudom. Ez most így beugrott. De a rendszerben a kedvezményes ár van. Igen, de hogy, tehát az, hogy bejön a vásárló, ugye én leveszem az 500 kiskártya kedvezmény. Kipróbáltam kinyomtatni. Jó, valami gumac van ott, biztos, hogy nem. Ezt a Soderklubnál értem rá. Megnézem majd. Biztos, figyelj csak. 500 forintot fizetett a vásárló, én levettem ugye a kiskártya kedvezményt, a jegyre 2000 forintot írt ki. De ezéhez, a rendezvényhez hozzá volt adva a kupon lehetőség? Hát kész, hát akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Érted? Tehát amit mondasz, én most nem tudom, hogy volt, mert ez nem logikus. Jó, ezt majd megnézzük. Hát figyelj, tehát magához az eseményhez mindjárt, tehát itt végignéztük, tehát itt lehet beállítani azokat a szövegeket, hogy mi legyen a jegyen rajta. Illetve itt van egy ilyen PDF plusz oldal, tehát ha itt összeállítunk egy tartalmat, akkor a nyomtatandó jegyünk hátuljára, akkor egy kétoldalas lapunk lesz, és a hátuljára oda tudjuk rakni az intézmény további rendezvényi ajánlóját. Például.
Tehát ez mint lehetőség. Jó, tehát globális konfliktba különösebben ne garázdálkodjunk. Nézzük meg részletesen magát a rendezvényt. Itt van a spanyolul, tudni kell, ebben most benne vagytok nyakig. Milyen lehetőségek vannak itt? Ugye ide beírtuk a címet, és mivel itt nem csak jegyet, hanem bérletet is adunk el, ezért ugye utaltunk a bérletre. Itt állítjuk be, hogy publikálva van-e. Igen, nem, egyértelmű. Kiválasztjuk a képeket, amit ide feltöltünk. A jegyfoglalónak a rendszere nincs összeköttetésben a tartalomkezelőnek a média mappájával, tehát ide mindig külön fel kell tölteni. Írunk egy rövid összefoglalót, és ez a rövid összefoglaló, short description, az mindjárt mutatom nektek, hogy hol jelenik meg, az itt jelenik meg, ez a szöveg az. Ez a rövid összefoglaló. És ez független attól a szövegtől, ami itt a leírásban is megjelenik, mert ezt a leírást pedig itt adjuk meg. És ide ebbe a leírásba raktuk bele az egyéb, nézzétek egy vonal alatt, az egyéb információkat is, online jegyrendelés folyamata. Ha ez már készségszinten fog menni, akkor ezt nem kell, de egyébként ez rendezvényenként egyedileg lehet beállítani. Be lehet állítani ugye a dátumot, mikor kezdődik az esemény. 14-én 19 órakor kezdődik. Be lehet állítani a záródátumot, ugye 21 óra, ez azt jelenti, hogy 21 óra 1 perckor át fog kerülni az archívumba. És be lehet állítani a foglalásnak, a jegyvásárlásnak a végső dátumát. Na most, ide 19 óra 30-at írtunk. Írhatnánk 19-et is, de ha itt utolsó pillanatban megrohamoznak, akkor a jegykező lezár 19.00-kor. És hogyha 10 percet csúszik az előadás, és még van két jegy, amit ki kéne adni, akkor már nem lehet. Tehát ezért van 19.30. Be lehet állítani azt is, hogy egésznapos legyen-e. Be lehet azt is, hogy egy ilyen multiply szekció, tehát ez azt jelenti, hogy egy nap többször van az esemény. Tehát mit tudom én, van egy gyerekszínházi előadás, egy nap háromszor. 12-től, 14-től, 16 órától például, akkor itt ezt be lehet állítani, vagy be lehet állítani az ismétlődést, nem ismétlődik naponta, hetente, havonta. A lokáció, ugye ez a térkép. Na most a következő van, ha használjátok a lokációt, akkor ezeket a számokat írjátok ki, és ezt használjátok, mert hogyha Google térképből akarjátok kiszedni, akkor nem biztos, hogy jó helyre fog pozícionálni. Jó? Tehát ez a GPS koordináta. Ide lehet beírni a maximum férőhelyet, és lehet látni, hogy itt is dinamikusan változik. Ezt ha akarom, át tudom írni, de ha itt veszünk egy jegyet, akkor itt már 2.35 lesz. Itt van a start jegyár, amiből kiindulunk. Ez az alapjegyár. És hogyha multi árazásunk van, akkor pedig itt lehet hozzáadni különböző árakat. Tehát ugye itt mondtuk azt, hogy egy jegy alapára, 2700 forint, és hozzáírtuk ezt, hogy egy jegyet váltok a spanyolul. Tehát leírtuk, hogy pontos, hogy egyértelmű legyen, és odaírtuk még az összegeket is. És itt lehet beállítani egyébként a koránkelő kedvezményt is, hogyha azt mondom, hogy akármennyi összeg, akármilyen dátumig. Tehát meghatározok egy dátumot, hogy addig a dátumig egy bizonyos összeg van. Na most, ajjajjaj, nem így akartam. Tehát én azt javaslom nektek, hogy egyrészt egy teszt oldalon is lehet ezzel játszani. Hopp. Pedig nem mentettem el. Jó, pillanat, akkor ezt gyorsan javítom. Annyi
csak most, hogy meg fog változni a sorrend, de nincs jelentősége. De nem biztos. Kiderül. Jó, ez most így ugyanaz lesz. Oké. Jó. Itt lehet a kategóriát belőni, láttátok a kategóriákat, és akkor itt be tudjuk jelezni, hogy melyik kategóriában van, és itt lehet kiválasztani a nézőteret. Tehát azt is láttátok. Tehát ennyi. Tehát, hogy itt most van több nézőterünk, hogy kápolna, galéria, mit tudom én, akármi, akkor gondoljatok például egy Bétezenre. A Bétezennél igazából a cél az lenne, hogy jöjjenek jó messziről mindenhonnan. Van egy csomó színhelyünk, és meg lehet rajzolni mindegyik helyszínt, és hozzá lehet rendelni. Ugyanígy. Ugye itt lehet paraméterezni, mutassa-e a záródátumot, mutassa-e a foglalás végső dátumát, az időt, stb. Stb. Nem megyek tovább. Itt lehet kiválasztani, hogy hogyan lehessen fizetni. Legyen-e a jegyen QR kód? Egyébként a QR kód az nagyon egyszerűen lehetne használni, tehát például most vasúton vettetek-e már internetről jegyet, vasúti jegyet? Igen. Most 10-től már nem kell kinyomtatni, egyszerűen a PDF-et megnyitod, a kijelződet a QR kódra viszed, ő azt leellenőrzi és kész. Gyakorlatilag, ha itt ha egy okos telefonnal és egy QR kódolvasóval beolvasod, tehát beléptetésnél, akkor leolvas, rákattint a linkre, és azt fogja mutatni, hogy confirmed vagy pending. Tehát a honlapra fog elvinni annak a jegynek a státuszára. Ennyi a történet. Jó, tehát ez is. Akkor itt van ugye a teljes név, tehát hogy mi jelenjen meg a jegyen, itt a teljes név. Hogyan jelenjen meg a jegy? Tehát itt van ez a ticket, e-mailbe legyen kiküldve. Igen. Miért ez van itt bejelölve? Nem a kompakt. A kompakt az, ami a kicsi. És akkor itt van, hogy tehát a minimum vásárolható az ugye egy darab. Tehát lényegében így van beállítva egy esemény. Ezzel kapcsolatban van kérdés? Logikus, nem? Túlmagyarázom? Itt van, és csak itt van a felvétel. 38 perce nyomom a sódert. Úgy fogom felrakni a YouTube-ra, hogy nem kereshető állapotban. Elküldöm a linket. YouTube keresésben nem fog megjelenni, és hogyha valakinek van kedve hozzá, akkor mint alapanyagot megvághatja, hogy az ilyen töltelékszövegeket kihaigálja belőle. Jó, akkor ez megvan. Kategóriák, belenézünk csak, adja magát. Tehát van egy ingyen kategóriánk, be van írva a név, be van írva a leírás, és gyakorlatilag ennyi, illetve szülő kategóriákat is be lehet állítani. Tehát, hogyha ilyen fő kategória, alkategóriába gondolkodunk. De nincs értelme nagyon túl cifrázni az egészet. Jó, akkor nézzük a nézőteret. Na most, itt nagyon egyszerűen hozzá lehet adni új nézőteret, ha hozzáadunk, akkor mi történik? Nézzük. Most nyitottunk egyet, nem fogunk csinálni, de azt mondja, hogy nézzük meg, hogy a sorokat, oszlopokat bejelöljük, és azt mondjuk, hogy ez legyen az A. Igen. És hozzáadunk egy ilyen konténert. Itt van egy két sor, soronként 5 szék. Ezt, ha belekattintok, el tudom húzni, és ha akarom, akkor tudom forgatni.
Például. Tehát ha meg akarok rajzolni egy nézőteret. Jó? És itt különböző szekciókat létre tudok hozni. Megint ezt is hozzáadom. És ide beírom azt, hogy igen, kijelöljük, mínusz 45 fok. Jó, ezt nem tudja. Ja, akkor nem tudja, hanem akkor az nem mínusz 45 lesz, hanem 270, na csoda tudja. Na, majdnem sikerült. Na, oké. Okay. Tehát ezzel lehet játszani, gyakorlatilag így majdnem bármilyen nézőteret meg lehet rajzolni. Jó? Ebbe a színházba ne nyúljatok bele. Jó? Tehát ez tuti. Itt van egy színház nulla, ez nem tudom, hát ez így abban maradt. Ennyi. Nem gond. Na most. A másik kardinális történet, ez majd mindjárt nézzük. Az opciókat, azt nem használtuk, nézzünk bele, mit lehet. Új név, leírás, ár. Aha. Különböző lehetőségeket lehet hozzárendelni egyes eseményekhez, de ezt majd megnézzük részletesen, hogy ez mi. Ezt most nem tudom. Fizetési feltétel, gyakorlatilag ez nem több annál, amit láttunk, rákattintunk, és itt lehet átírni a szöveget, és itt lehet beállítani ezeket a készpénzes jegyvásárlás, banktranszfer. Paraméter, publikálat. Ez itt nem tudom, mit jelent maga ez az összeg. Na mindegy. Jó. Vannak még felfedezésre váró részek. Várjunk csak. Rezerváció. Ugye itt vannak a foglalások. Nézzük Szandinak a 486-os rendelését. Belemegyünk. Ha nincs jóvá hagyva, akkor itt jóvá lehet hagyni. Meg lehet nézni a front oldalon, nézzük csak, a rendelés nem található, nem tudom, mert le van zárva valószínű, meg lehet nézni a jegyet, tehát így néz ki a jegy. Azért ilyen nagy, mert a izé volt beállítva, tehát nem a custom típusú jegy, hanem a másik, nem tudom, hogy miért változott meg. De a jegyen, ha nézitek, itt van a rendelési szám, itt van a rendelés dátuma, ugye maga a cím. És kiírja az összeget, hogy 3002, és ez ingyenes. Milyen ingyenes? Ez miért ezt ingyenes? Ingyenes raktam én. Miért? Ez bejelten a kapunkájáig. Aha. De hogy raktad ingyenesre? Hát úgy, ahogy mennyi szerint. Abba, és odaírtam, hogy a discountba mínuszba raktam. Oké, okay, de attól még ez egy 3200 forintos jegy, és az összesítésbe egészen biztos, hogy nincsen beírva maga a szám. Érted? Tehát ha összesítjük, akkor biztos vagyok benne, hogy az összesítésbe, hogy mennyi a bevétel, ott nincsen benne ennek az összege. De ez attól egy... Aha. Jó, ezt majd megnézzük. Igen. Aha, jó, megnézzük majd. Oké. Okay. És itt lehet látni, hogy hova szól a jegy. Tehát ez is. Uh-huh. Igen. Jó. Ezek a kitöltésre a váró részek,
telefonok. És akkor, amikor most beállítjuk, mondjuk esetleg nincs a bujékvégés. Mit csodát? Megvan, hogy mit akartam, bocs. Még a színháznál, ugye akkor, amikor beállítjuk a többi három jegyárat, akkor azt mondjuk, hogy ide kattintunk, itt menedzseljük a székeket lényegében. Itt nem lényeges, hogy ez össze-vissza van, hanem amit a rendezvénynél beírtunk alapjegyár, akkor itt, ami itt fehér és izé, az mindegyik alapáron van. Ugye 2700. És innentől kezdve, hogyha én itt kijelölöm az egyiket, nézzétek, kijelöltem, tehát belekattintottam, és azt mondja, hogy A1 numerú 616-tól ki kell jelölnöm egy másikat, 61-ig, és kijelölöm, hogy melyik rendezvényre vonatkozik, és itt be tudom írni, tehát azt mondom, hogy spanyolul tudni kell, egy jegy alapárához írom, és hogyha ide beírom azt, hogy 500, és hozzáadom, ezt most nem fogom hozzáadni, akkor ezek a helyek az alapár plusz 500 forintba fognak kerülni. Ha hozzáadtam, és nem kellett volna, akkor itt alul, nézzétek, alul, itt van az összes ilyen tartomány, tehát lehet látni, hogy például a A-szekció kettes széke, az plusz 1000 forintba kerül. A-szekció hármas széke, plusz 1000 forintba kerül. Tehát itt akár egyenként is ki tudom jelölni azt. Tehát akár szórakozhatok azzal is, hogy kijelölök, mit tudom én, két széket, és hozzáadok 68 forintot. Másik két széket kijelölök, hozzáadok még 322-t. És akkor talált ki, hogy melyik szék mennyibe kerül. Nincs értelme, de játéknak jó. De a logikája ez. Oké? Okay? És akkor még ezt akartam, hogy itt mindig áll, tehát egy következő van. Figyelj csak, ez most, amit itt kijelöltem, ez a színházi nézőtérre vonatkozik, és hogyha itt most 10 előadásunk van, amire a színház van, akkor ugye ott van, illetve hát itt van az, hogy amikor kijelölöm ezeket, akkor itt be kell állítanom, hogy melyik rendezvényre vonatkoztatom ezt a többletet. Tehát ennyi. Mondjad, hogy... Most jó, de most, amikor az első szakaszban egységes volt a jegyár, akkor én itt egyszerűen azt csináltam, hogy kijelöltem ezt az összes hozzáadott értéket, és mindet kitöröltem. És akkor az összes hely alapáron volt. És amikor eljött az idő, akkor ezt így, ez egy 5 perc munka volt, hogy így soronként, tehát nézzétek, most ha kijelölöm a 61-est, és utána a 415-öst, akkor, nézd meg, akkor a tartományt fogja kijelölni. Tehát ezt, meg ezt jelöltem ki. Na most, mivel itt nekünk ezek a székek, ezek alapáron vannak, ezért azt csináltam, hogy 801-től 812-ig plusz 1000 forint, 71-től 712-ig plusz 1000 forint, ennyi. Igen. Igen. Hanem? Hanem, hogy rámegyek, és akkor mindig, ha beírtad ott az összeget, akkor igen, ott automatikusan elfogadod. Igen. Igen, és akkor igen, mindig ugyanúgy oda tudod beérni. Igen, igen. És ugyanazt a sort ugye kétszer is kellett, hogy jelölt, mert egyszer beállítottad külön a jegyet, utána következőleg meg beállítottad a bérletet. Nem, hogy egyszerre ki tudod, be tudod állítani, hogy jegyet is,
egy ezressel vigye feljebb, meg a bérletet is egy ezressel? Nem, várjál csak. Vagy az külön-külön? Nem tudom, nem tudom. Ezt majd legközelebb, hogyha csináljuk, akkor megnézzük, mert... És ott nem lehet beállítani. És csak be lehet állítani kettőt is. Tehát így beállítom a jegyet, bérletet, és ami a rendezvénynél, ugye, mert ez egy multi árazás, igen, tehát így egyszerűen ki lehet jelölni mind a kettőt, így ha ide beírok ezret, akkor mind a kettőhöz az alapárhoz hozzáadja az ezret. Tehát így gyakorlatilag a 7500-8500 lesz, és a többi. És igen. Akkor megcsinálhatok volna azt, hogy a bérlet az marad 7500 minden egyes székre, csak a jegyet. De jó ez így. Persze. De meg lehetett volna így is csinálni. Meg lehetett volna, de miért csináltuk volna így meg? Hogy? Lehetett volna, de nem így csináltuk. De miért? De figyeljetek, mi nem azért dolgozunk, mi nem azért dolgozunk, hogy minél kevesebb bevételünk legyen és tönkre menjünk, hanem azért dolgozunk, hogy a kedves vendégek jól érezzék magukat. Most gondoljátok meg, a bérletnél 1000 forinttal több, az mit jelent? Az jegyenként 333 forinttal több. Hát basszus. A hülyének is megéri. Tehát, hogy ne legyünk már a saját érdekeink ellensége. Tehát mi nem akkor vagyunk jók az ügyfeleinknek, ha letoljuk akárminket, és... lemegyünk a sárga föld alá. Egyébként meggyőződésem nagyon sokszor, nagyon sok árazásnál az alapvető probléma akkor jelenik meg, ha valami túlolcsó. A túlolcsónak nincs értéke. A túlolcsóért bármilyen keveset kiadni is sok. Felesleges, mert értéktelen. Ennyi. De még így is, a 8500-ös bérlet még így is. Tehát, ha azt nem akadály. Figyeljetek, mitől féltünk? Figyeljetek, már vagy két éve felvetődött, az, hogy legyen bérlet. Nem, mert nem tudjuk az időpontokat, és akkor biztos nem fognak venni. És folyamatosan mondtam, gyerekek, ezt nem nekünk kell eldönteni. Ezt a kedves vásárló eldönti majd. Na most, nézzétek meg. És akkor utána meg, hogy nem, mert hogy az nagyon sok, és nincs annyi pénzük, hogy kiegyek. Ne én döntsem már el, hogy mennyi pénze van neki. Ő döntse el. Jelentett problémát? Jót tettünk nekik? Jót tettünk magunknak azzal, hogy gyakorlatilag a jegyek jelentős részét már a másik két előadásra is eladtuk? Ennyi. Érted? Csak az a probléma, hogy a gondolkodásunkba fordítva vagyunk bekötve. Nem viccelek. Tehát alapvetően egy önsorsrontó gondolkodással rendelkezünk. Úgy akarunk üzletelni, hogy tudod, ez a malacka marketingnek szoktam hívni. Segítség, kiáltott a malacka, de csak halkan, nehogy megzavarjon valakit. Tehát ez el akarjuk adni, de jaj, nehogy észrevedd, mert akkor azt úgy szégyelni kell. Hát basszus. Hát hogyha mi hiszünk abba, amit csinálunk, akkor büszkék vagyunk rá. Akkor nem szégyeljük, nem? És na. Akkor még mindig ott a lehetőség, ha ki van próbálva és nem működik, hogy akkor nem. Rojtosra beszéltem a számot egyébként, hogy ezt is elmondtam, hogy gyerekek, mit veszítünk? Semmit. Nagy kaland. Na jó, ennyi. Tehát ez a része. Jó, kuponoknál tartottunk. Itt van a Woody 100, ugye be van írva a cím, be van írva a százalék, és be van írva az, hogy hány százalék. Tehát itt lehet kiválasztani, hogy forint vagy százalék. És hozzá van rendelve eseményhez. Tehát itt most legközelebb majd átírhatjuk bármilyen fantáziánikus. Igen, de ne Woody legyen már. Nem. Mi ennek a logikája? Figyeltek, gondolkozzatok már komplexen. Adatbázis gyűjtünk. E-mail címeket, és figyelj, nem spammelni akarunk. Azoknak akarjuk küldeni, akik akarják. Na most, kötelező minden egyes eseménynél más kuponkódot kitalálni. Hát jó, hogy, hát gondolj már végig, ha itt most, sőt, a következőkben ezt a Woodyt ki kell törölni a francba, elfelejteni. Érted? És utána mi fog történni?
küldjük a körlevelet az arra az eseményre szóló kuponkóddal, vagy készítünk egy plakátot, szép bazinagy QR kóddal. A QR kód mögé egy olyan honlapoldalt teszünk, amit menüből nem lehet elérni. És azt mondjuk a plakáton, hogy ajándék itt a rendezvényre. És annak lesz egy másik kuponkódja, ami csak ahhoz tartozik, és akkor figyelj csak, és mi a problémánk? Hogy soha nem tudjuk, hogy a plakát milyen hatékonyságú, hogy a szórólap. Miért nem? Rajtunk múlik. Csináljuk ezt meg. És mérjük vissza, mert milyen mérésünk lesz? Meg tudjuk nézni, hogy azt a cikket, amit csak QR kódból lehet elérni, hányan nyitják meg, és azt a kuponkódot, amit csak onnan lehet elérni, hányan használják. És gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy mit tudom én, mert biztos, hogy a város lakossága elmegy valamelyik plakát előtt, tehát majd mindenki látja. Igaz? De engem az az arányszám érdekel, hogy mit tudom én, akik megnyitották, azok közül hányan használták ezt a kuponkódot. Én egy kérdésem. Igen? Hogy ugye írtuk be, hogy kupon, vagy budi 500, ugye ez automatikusan levett egy 500-as. Igen. És hogyha én a foglalásnál írom be, hogy mínusz 500, annak van valami előnye, hátránya, vagy végül is ugyanazt érem át? Meg kell nézni, hogy hogy működik. Hát most figyelj, ha van leírásom, meg tudom neked mondani. Ha nincs leírásom, akkor kipróbálom így is, úgy is, és megnézem, mi történik. Hát én most csak arra gondoltam, hogy mint amikor most Bertának lehet. De szerintem, hogyha a kuponkódot írod be, akkor leveszi az árat is. Igen, most ezt erre vagyok, hogy akkor... Igen. Ha lenullázom ott, akkor ugye kiadta a 3002-es igen, de ha beír, ha kuponkódot írtál volna meg, hogy budi 100%, akkor meg, akkor pedig a következő, igen, tehát ha a 100%-os kupont írjuk be, akkor a rendszer észleli, hogy ingyenes a jegy, és azonnal foglaltra és konfirmedre állítja. Nem buta ez? Igen. Csak azért kérdezem, mert ugye nekem sokkal egyszerűbb az, hogyha beállítom, lefoglalom, nem tartom fel a vásárlót, és én utána automatikusan az adminisztrátorba én persze. Szépen kiadom neki egyet, hogy én azt magam beállítom. Még egy dolog eszembe jutott. Ugye soha nem tudjuk, hogy a kommunikációnknak milyen hatása van. Na most, ha elkezdenénk ezeket a kuponokat, meg egyéb dolgokat ilyen módon használni, olyat is meg lehet csinálni, hogy csinálunk, mit tudom, ugyanezt be lehet tenni cikkekbe is. Mit tudom én, azt mondom, hogy lehet regisztrálókat is gyűjteni. Ha regisztrálsz, akkor gyakorlatilag kapsz egy kuponkódot cserébe, vagy akármi. És így akár... akár plakát, akár online üzeneteket is lehet tesztelni. Hogy melyik működik. Hogy kell megszólítani a kedves ügyfelet ahhoz, tehát milyen információ kell, hogy az beakadjon neki. És itt a kedves nyájastól a harsányig bármi megtörténhet egyébként, de most tudja bármelyikünk, hogy a közönynek a falát milyen információ viszi át? És azért nem tudjuk, mert nincsenek visszajelzéseink. Ha vannak visszajelzéseink, és akkor itt jön be az, hogy van ugyan egy marketing tervünk, de ez a marketing terv tök jó, országos átlagban is jó, de a lehetőségeinknek körülbelül a 10%-a. Tehát sokkal több mindent lehetne csinálni. Meg hát nem beszélve arról, hogy itt gyakorlatilag ma már azért egy ilyen personalizált marketing történik, tehát minél több olyan embert tudunk közvetlenül elérni, akik akarják tőlünk a híreket, annál könnyebb dolgunk van. Ilyen. Jó, tehát akkor ez így egyértelmű igaz, hogy be lehet állítani a kupont, hozzá lehet rendelni eseményhez, be lehet állítani a minimális rendelésszámot és a minimális létszámot is.
Tehát ha azt mondom, hogy legalább egy rendelésnek kell lenni, de a minimum létszám 10 fő, akkor ez a kuponkód csak 10 főnél fog működni, amit beírtunk. És akkor ezzel megint lehet játszani. Tehát ez gyakorlatilag, ezek eszközök a marketing rendszerünkbe. És akkor membership, nézzük ezt. Ezek a csoportok nevét megadjuk. Igen, tehát itt akár user, tehát Joomla user csoportot is meg lehet adni. Minimum egy. És akkor itt is meg lehet határozni a kedvezményt, százalékba is, meg forintba is. Magyarul, itt akár azt is meg lehet tenni, hogyha regisztrált tagjaink vannak, és azt mondjuk, hogy ők folyamatosan jönnek, törzsvásárlók, tehát mit tudom én, csinálunk egy törzsvásárlói klubot, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy például itt a felhasználó kezelésnél létrehozunk egy törzsvásárlói csoportot, itt beállítjuk, itt most nincs ilyen, de beállítjuk, hogy a törzsvásárlói csoportnak működik ez, az adott kedvezmény, és gyakorlatilag, ha itt a felhasználó kezelőbe a regisztrált emberünket betesszük a törzsvásárlói csoportba, akkor ő automatikusan meg fogja kapni a kedvezményt. Vagy lehet olyan is, hogy megcsináljuk azt, hogyha vannak ilyen céges szervezőink, hogy nekik azt mondjuk, hogy... De nézd csak, itt be lehet látni, hogy minimum mennyi, ezért, mennyit kell venni. Mindig kell regisztrálni. Tehát ilyet is meg lehet tenni. Jó? Kérdésetek van-e? Gyors volt, lassú volt, érthető volt, érthetetlen volt? Hogy tudom belépni a közöttet? Ilyen jelszó, vagy igen, tehát eleve célszerű az oldalon regisztrálni. Ha a békési kultúrán regisztrálsz, itt alul, akkor sima regisztrált tag leszel. Onnantól kezdve át lehet téged tenni, tehát akinek adminisztrátori jogosultsága van, az a felhasználó kezelésbe ki tudja választani az adott személyt, és át tudja tenni egy másik felhasználói csoportba. Nézzétek, nincsen túl sok regisztrált tagunk egyébként. Tehát egy másik felhasználói csoportba, és onnantól kezdve, hogyha van jogosultságod, akkor látni fogod a komponensekben nem mindet, hanem azokat a komponenseket fogod látni, amihez van jogosultságod. Viszont, ha a WikiEventshez lesz jogosultságod, akkor a teljes rendszert fogod látni. Tehát itt azért ügyelni, hogy a alapbeállításokat nem változtatjuk, tehát nem kezdünk garázdálkodni. Ja? Mert az nem jó. És akkor most azt kellene, hogyha most nekünk most be kéne állítani a színházteremben. Igen. Jó, mit szeretnél beállítani a színházteremben? Tehát, hogy most lenne nulláról? Kezdjünk akkor egy kápolnát. Mondjuk a bujékbékésnek. De a bujékbékésnek ez megvan rajzolt, tehát a színházterem az adott. Vagy nem, mert máshogy van rendezve. Jó, figyeljetek, akkor a következő lesz. Ne ezen játszatok, hanem fogok csinálni egy tesztoldalt, és azon. Jó? Mert, és akkor különböző színházberendezések lesznek, de akkor nézzük meg ezt a színház nullát olyan módon, hogy ez legyen például kápolna. Na, várjunk, csak nem tudom átírni a nevet. Mindjárt. Aha, na jó. Ez nem csinálunk egy újat. Ehhez az adminisztrátori részhez most kihívják hozzá? Itt van. Hát azt tudom, hogy mi négyen, öten? Néhány. Igen. Mm-hmm. Tehát ezt nem gondolom, amikor mindenki van megosztogatni. Neked van. Legyen ez kápolna. Én nem is a teljesen a tesztoldalhoz. Jó. Na nézzétek, én ezt átértem most kápolnára. Ha ez kápolna akar lenni, és akkor kezdjük nulláról,
kitörlöm mind a kettőt. Két oszlopba rakunk székeket, mennyit szoktunk rakni? 5 van egymás mellett, 6, 5 vagy 6 van egymás mellett? Hát valamikor 5, valamikor 6. De 5 inkább. 5, és hány sor? 7. 7 x 5, akkor az 35. 70 széket szoktuk. Ez változik. Jó. Na akkor, van egy bal oldal, várjunk csak, ez most rendezői, már jó, mindegy, lesz egy jobb. Jobb oldal, ezt elhúzom ide, most itt kijelölöm ennek a mezőjét, tehát így. Ezt is elhozom ide. Jó. Tehát ez így van valahogy, ez így 70 szék, igaz? Akkor ide, hátra tudunk még majd tenni, ha akarunk, és akkor ide rakok egy, mit is, egy színpadot. Pódium, vagy akármi. Tehát azért, hogy lássuk, hogy hol vagyunk. És ha kétszer belekattintok, akkor át tudom írni ennek a szövegét, és kikattintok. Vagyis. És akkor itt jön ez, hogy az alapszámozás az ez. De akkor azt mondom, hogy honnan kezdjünk számozni? Belülről, kifele, vagy kívülről befele? Mert általában itt középen jönnek be, nem? Jó. Akkor ez azt mondja, hogy 1, 2, vagy például azt mondom, hogy B1. B2, várjunk? Nem, mert akkor ez a izé lesz. Ez 10-es, 20-as, 30-as, 40-es, tehát így. Igaz? Akkor azt mondja, hogy ez 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. És akkor itt már lehet látni, hogy itt azért egy kicsit kell alakítani ezt, így, meg majd szélesebb is lesz. Most szépen el kell helyezni, és akkor ez 11, 12. És ezt így mindent egyesével is tudtál be? Legalább 10-szer. Amíg megoldottam a problémát. Figyeljetek, nagyon egyszerű a történet. Vagy megoldjuk, vagy kifogást keresünk. Ennyi. Igen. Nem akkora nagy meló az. Ez. Hát sok idő, de... Igen, mert nyilván, hogy rájössz már akkor ugye másodikat, mert egyszerűbb ezt megoldani kell csinálni. Igen. És akkor így szépen tud menni. Meg lehet adni a leírást. Ide akár lehet még tenni. Azt mondom, hogy mennyi egy két sorba? Két sorba 5-5, akkor az 10 és 5, és akkor az B1, tök mindegy. Ha éppen ki akarjuk egészíteni. És akkor ezzel lehet játszani, és nagyjából megvan a kápol 70, akkor ez így 90 főre van berendezve. Ha esetleg azzal akarunk még játszani, hogy egy kicsit elfordítjuk, akkor nézzük csak.
nem lehet. Tehát a bújjék is nélkül is nem így akart. Mindegy. Akkor nulla. Jó. És ha kész vagyunk, elmentjük és örülünk a munkánknak, és onnantól kezdve már egy új rendezvénynél a kápolna is kijelölhető. Jó. Na, hétvégén fölrakok egy tesztrendszert, jó? És akkor lehet játszani. És akkor még adok nektek, hogyha érdeklődtök. Meg lehet tanulni kívül. Erről belülről. Oké. Okay. 1:11.